Predrag Vuletic tartományi szociálpolitikai titkár kiemelte, hogy a titkárság fontosnak tartja a szociális intézmények támogatását. Ma 65 millió dinár értékben írunk alá szerződéseket 32 vajdasági népjóléti intézménnyel. Februárban pályázatot hirdettünk a szociális intézmények és a polgári egyesületek finanszírozására Vajdaság autonóm tartomány területén. A támogatást a közvetlen beruházások elvégzésére és a különféle tevékenységek, programok anyagi támogatására fordíthatják. 600 ezer dinárt kaptunk a szoftver, amelyik nekünk fog segíteni a jogi részbe, amit jelent, hogy más módon fogunk vezetni a dokumentációt. Ez nem először, hogy pályáztunk ilyen szoftverféle rendszert, hogy legyen a Kanizsai Gerontológiai Központnak. Akarjuk módosítani a munkát, akarjuk, hogy új módon vezessünk az összes dokumentációt, hogy az transzparens legyen. Az adminisztráció, illetve az archívumnak a vezetésére szolgáló projektumot pályáztuk és kaptunk meg 600 ezer dinár értékben. Ezzel a pályázattal úgymond a kétoldalú kommunikációt gyorsítjuk föl, mégpedig a minisztérium és a tartományi titkárság bizonyos adatokat kérnek rendszeresen tőlünk, tehát információszerzés, és ugyanakkor számunkra is megkönnyíti az adatoknak a továbbküldését, tehát egy nagy rendszernek a részére válunk ezáltal. A tartományi szociálpolitikai titkár bejelentette, hogy a hónap végéig újabb pályázatokat írnak ki további szociális intézmények támogatására.